A Napsugár Nyugdíjas Klub hölgy tagjait is felköszöntötték nőnap alkalmából. A szokásos szerdai összejövetel egy kicsit ünnepibb hangulatba hozta a résztvevőket. Nagyon készültünk erre az összejövetelre, és végre felszabadultan idén ez az első, vagy második esemény, de egybe összekötöttük ezt a klub délután egy kellemes nőnapi ünnepséggel. Hát az a helyzet, hogy olyan rég nem találkoztunk már, és megint újból visszamegyünk a régi vágányba, hogy minden hétvégén szerdán találkoztunk. Most különleges dologot készültünk, mert Virsivel is meglepjük a társaságot, meg kis házi süteménnyel. Felavatjuk a mi kis kályhánkat, a kis minikonyhát, ami rezsőből is áll, meg egy mikróból is. Azon megfőzik a virslit, ami még ilyen nem volt. Általában mindig zsíros kenyeret eszünk, az is jó, de ez már rendkívüli. Most elég jó fejlődünk most már, modernizáljuk magunkat. Úgyhogy ez lesz és utána sütöttünk süteményeket, meg rétest. Az összejövetelen Bozsulik Róbert polgármester is részt vett, aki elmondta, mennyi mindent köszönhet a világ a nőknek. Hiszen a nők amellett, hogy a feleségek, családanyák, és összetartanak egy családot, azért most már egyre többen társadalom különböző pontján vállalnak igen felelősségteljes munkát. Nagyon nagy hála és köszönet önöknek, hölgyeim! Meg vagyunk lepődve, mert most általában mindig meghívjuk mindenféle rendezvényre a polgármestert, de most nem, ő titokba kinyomozta, hogy mi a helyzet, és ez külön egy nagyon nagy meglepetés, hogy ő ennyire tiszteli az időskort, és nekünk ez nagyon jól esik, hogy ebben a megtiszteltetésben részesülünk. Mert ez 2 éve már megtörtént egyszer, akkor is virágot kaptunk, és végülis mindenki a meleg szívvel fogadta. A klub vezetője elmondta, nagyon sokat jelentenek a tagoknak ezek az összejövetelek. Azért majdnem 90%-a már egyedül él, és azért azok már úgy nincsenek megtisztelve, és amikor ide eljönnek, akkor én úgy gondolom, hogy nekik ez nagyon kellemes élmény, megmarad máma számukra. Úgy gondolom, ez a kis csapat, aki itt van, az olyan szívélyesen jön, és nem kell erőltetni őket, mert eljönnek. 2022-ben sem fognak unatkozni a klubtagok. Nagyon sűrű lesz a programunk az idén, és remélem, hogy már nem jön vissza ez a betegség, de azért még kell vigyázni, én úgy gondolom. És bár sokan vannak, nagy örömmel várják az új jelentkezőket is.